Na, Somától még egy IS-8-os videó, aztán most már, főleg a változatosság, küldhetné valami más, mert is ígérte az E-25-ösöket, azt azért úgy megnézném. De mindegy. Karélia meccs. Attól, hogy húzod a ravaszt ezerre, még nem fogsz gyorsabban betölteni, de tudom, én is szoktam. Rossz szokás, és már a hetedik sebzéssel kezdődik a meccs. De hát, biztos oka volt annak, hogy ezt is fölvetted, tehát remélem lősz itt minimum 4-5 ezret. És ez is 10-es tír lesz. Egy-két kamulövés jó lenne leadni itt is. Ja, mész vissza bázist védeni. Vagy föl a dombra, és onnan középről szétlőni mindenkit a faszba. Én lehet inkább most az előbbit csinálnám, úgy látszik Soma is azt gondolja, hogy most az a jó. Hát egyszerűen ez a foglalás, ez komolyan mondom, ez egy feké, amit ki kell vágni ebből a mocsok játékból szerintem. Jó, hogy behozták ezt a Team Destruction módot, de nem adja mindig, tehát ez a... Még ez a Standard Battle úgy, ahogy elmegy, de az ilyen nagyobb pályákon nem látom értelmét annak, hogy az egyik csapat elmegy az egyik oldalt, a másik meg a másik oldalt, és akkor konkrétan az nyer, aki előbb befoglal. Ez olyan lófasz, semmi. Az Encounter az meg a másik kedvencem, tényleg, amikor... Mi a faszom? Van középen egy pont, és akkor egy-két csicska már a meccs elejétől neki áll foglalni. Mondjuk ennyi erővel az Assault módot is utálom. De mindegy. Most éppen meg a Standard Battle szidom. De mondom, ez még úgy, hogy elviselhetőbb. Hát az... Hát mi volt ez a reakcióidő? Na mindegy. Ez több volt, mint 3 másodperc. Nagyon is. Azt a kurva. Ha ilyet ne csináljál még egyszer, baszki. Na meg ilyet se. Na mi lesz itt? Leopard egy szét ne szedjen. Azaz, ami tornyozós helyet találjál. Nagyon király. Meg még egy full HP-s helyet vett. Tyű, bazd meg. Csőstül ömlik rá a szar haver. Nincs elég ágyis ügyedésed. Na azt ott... Ez milyen érdekes. A másiknak mindent ad a játék. Pedig a földet lőjük. A legjobb komolyan. Hát itt pedig szerintem már ösztönösen meg kétségbeeső haverom. Megpróbáljuk megkerülni. Végülis konkrétan 300 HP-val én is azt csinálom. És a köcsög leopárdot. Így kell lelopni. És most már csak egy foglalónk van az E75-ös, és az pedig lövögesse csak púzón. Valószínűleg úgyse rád figyel. Azaz, hát elvégre így kell játszani ezzel a tankkal, mocskos szemét médium módon. Azt hittem belelóg a csapattársnak az ágyúja. Velem előfordult már ez egy párszor. Valaki nagyon lögdösi ezt az E75-öt. Megint ismételten egy kis börtönerőszak. Tankokkal. És persze börtön nélkül. Na. 10. sebzés meg. Megint egy kis spotted target hit. De komolyan mondom, ez a tankkal egyszerűen ez egy velejárója a meccseknek, hogy jön a spotted target hit. Jobban, mint egyes médiumokkal. Most pedig... most meg nem mondom nektek, hogy milyen TD maradt még életben. Jak Tiger. Egy lövés az is. Mondjuk most nem láttunk olyan sokat ebből a meccsből, de... nem is tudom. Azért 10 sebzés nem rossz. Károly mondjuk a többség lemaradt az elejéről, de... mindegy. Remélem az E25-ös videók jobbak lesznek. Na jó, nem, semmi baj nincs ezzel sem. Mondjuk arra a tankra tényleg kíváncsi vagyok, hogy ilyen 130-as alfa sebzése egy pötyök tetszi 3 meg 4 ezreket. Na mindegy. Szóval nem volt ez se rossz meccs. Ja, assisted damage a 3700-hoz pluszba jön, az úgy egész jó, meg szerintem Defender medált is megkaptad. Na, köszönjük, hogy néztetek, sziasztok!